milyen sok a király! 60 éves lett Orbán Viktor miniszterelnök úrunk! Hurrá! Sokan reménykednek, hogy már itt is megvan a kétharmad. Drága kenyér, 60, 60 puszta. A penész is sokáig eláll. Jó tett helyében jót várj. Nemrég Orbán köszöntötte föl a mulatos király kisgrófót, most meg grófó írt egy nagyon előkelő, személyes szülinapi köszöntést Viktorunknak. Szép köszöntés volt, idéznék is bele. Talvez basztáló, Viktor. Te, reszesztyó, rakhagyi maszkó, gyész, budbárs, szasztesz, basztá lesz. Köszönöm a kedves szavakat grófó úrnak. Azt is mondhatnám, jó a szó, tesó. Zsamó, zsasé, halljak meg felcsutom. Kossuth díj meg lesz, grófó, az már úgyis olyan lett, mint a nátha. Bárki megkaphatja. Ez az egész oda-vissza köszöntgetés a bulibáró és Orbán között egy komoly látlelet az ország kulturális és mentális állapotáról. Na de mi is ünnepeljünk vele együtt, hiszen van okunk rá. Az Orbán család látható vagyona átlépte a 100 milliárd forintot. Még, ennyi nem elég. Tejeljetek csak nekem tovább, csicskák. És ez még csak látható. Hát mi van azzal, amit a vejemen és a lőrincen keresztül mosok tisztára? Szia uram! Kifosztott ország érdekel? Okosba odaadom. Milyen szép kép a családról, akár a bíróságon is készülhetett volna. Viktorunk is kint volt az Európa Liga döntőn. Eközben voltak olyan szurkolók, akik leamortizálták fél Budapestet. Legalább lehet mondani, hogy Karigeri összeszemetelte a fővárosunkat. Bezzeg Tarlós Pista idejében ilyen nem fordulhatott volna elő. A Tutyimutyi Karácsony Gergely bebizonyította, hogy teljesen alkalmatlan. Én sokkal jobb gondnoka voltam Budapestnek. Bevallom férfiasan, hogy tavaly ősszel mégsem sikerült megállapodnom a kukásokkal, így a meccs alatt én szemeteltem össze Budapestet. A rendőrség persze semmit nem csinált, hogy megfékezze a rongáló és szemetelő szurkolókat. Miért is léptek volna fel a futballhuligánokkal szemben, amikor nem kaptak erre fentről parancsot? De másnap a tüntető diákokat körbezárták és igazoltatták. De ezeket a diákokat meg pedagógusokat sem nagyon értem. Most emelték az átlagbér 130%-ára a pedagógusok havi bérét. Így most az eddigi havi 800 ezer forintnál is többet vihetnek majd haza. A cseheknél. És nem nálunk. Na de nem kell izgulni, mi továbbra is előre megyünk, és nem hátra. Ezért is Brüsszel a hibás. Várjál, már egészen el vagyok keseredve. Nem elég, hogy Orbán Récsöl bababoltja is veszteséges lett, és Bayer Zsolti cége is csak 89 millió forint profitot tudott termelni, de most még Csóri Mészáros Lőrincre is nagyon rájár a rút. Hiába ő a leggazdagabb magyar, olykor azért szorult helyzetbe kerülhet ő is. Itt van Brüsszel, a háború, Andi fenntartása sem két fillér. Ezért most hitelt vett fel a saját bankjától. De hogy történhetett ez a hiteligénylés? Hát nincs mese, hitelt kell fölvennem. Andi, majd leszöl a kezes, ugye? Na, föl is hívom a bankomat. Jaj, de iskulok. Remélem megkapom a hitet. Jó napot, jó napot. Mészáros Lőrinc vagyok. Én is. Kéne 6 millió euró hitelbe. Hát és mi a garancia, hogy visszafizeti? A 10 millió alkalmazottam. Maga a legokosabb és legszebb ember. A hitet megadjuk. Andi, képzeld, megkaptuk a hitet! Takap! Az alábbi helyszíneken nézhetitek meg utoljára a Hangok a fejemben című önálló estemet. Martfűn, Kapuváron, Ajkán, Pilisen, Bonyhádon, Gyöngyösön, Beretyóújfaluban és Budapesten. Jegyek kizárólag online kaphatók a tixa.hu/Somogyi András oldalon. És iratkozzatok fel a YouTube csatornámra is. Sziasztok!